üdvözlünk mindenkit! A honfoglaló aréna híradója következik. Úgy tudjuk, hogy a THX csapata feldolgozta az összes sorsolás kapcsán érkezett kommenteket. Megkerestük őket. Sziasztok! Szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki kommentben elmondta a véleményét az összes sorsolásról. Úgy tűnik, hogy hajlandóak lennétek egy picivel többet várni a jelenleginél egy ideális csatára, de persze nem bármeddig. Amikor lejár az idő, akkor dönteni kell, robot vagy eltérő erősségű ellenfél. Az összesorsolás további kérdéseket vetett fel. Humán vagy mesterséges intelligencia? Utána kérdeztünk. A híradó elején rögtön egy szavazással kezdünk. Szavazzatok, hogy ti milyen ellenféllel játszanátok szívesebben. Egy nálatok sokkal erősebb humánnal, vagy pedig egy tudásban hozzátok közel álló robottal. A szavazás után egy kicsit részletesebb magyarázat következik a robotok tippeléséről. Ennél a feladatnál két fő célkitűzésünk volt. Az egyik az az, hogy az erősségük a robotoknak illeszkedjen a játékosok erősségéhez, a másik pedig, hogy minél emberibb válaszokat adjanak. Ezt úgy oltottuk meg, hogy a robotok az utolsó emberi válaszok közül választanak választ maguknak. Az erősebb robotok a jobb válaszok közül, a gyengébb robotok a rosszabb válaszok közül. Így szerintünk sikeresen megoldottuk azt, hogy a robotok válaszai nem kiszámíthatóak, hanem meglehetősen változatosak. Remélem sikerült érthetően elmondanom a lényeget. Kommentben írjátok meg, hogy kíváncsiak vagytok-e ilyen részletességű műhelytitkokra, vagy maradjunk inkább a rövidebb, tömörebb magyarázatoknál. Köszi! Kunde Takács Gábor, a kvíz műsorok nagy ágyúja, játékosként is megmutatta magát. Gundit ezúttal Nessai csatornáján láthatjátok, ahol játékosként is megmutatta magát. Szövetségese Haraszti Ádám volt. Nektek hogy tetszett játékosként a kvízmester? Szívesen látnátok műsorvezetőinket szövetségesként is? Múlt héten Nessai ellen a FunWiki csapata indult harcba. Lássuk, hogy hogyan boldogultak. Ma itt a honfoglaló arénában kettő társas játék veterán, ha mondhatom így, van velünk itt. Melyik sportág? Jó. Jelentős eseményének ad otthont a Melbourne Park. Nem keverted össze? A Forma 1-jel mondjuk, vagy az evezéssel? Hol volt itt Forma 1? Sehol, de annyira jó, hogy ilyen könnyen zavarva lett. Rohadj! Jó van, azt mondjátok meg nekem, okos tojások, hogy melyik nem kabaktermésű. Megjelöltétek a diót, most már nem tudok mit csinálni. Nem, nem is kell. Az a helyes válasz. Ez vélemény. Látod, magadra haragítottad. Nem, de igazából. Szerintem mind a kettőnket egy alapban utált. De ez téged jobban. A sötét nagyúr nem kegyelmező, mindenki utál. Azért sötét. Tippeljünk helyesen, én azt mondom. Ez válaszoljunk helyesen. Ez a stratégiám. Miért az elején mondod? Híres egyperces rovatunk következik. Nézzük, kinek mi jut eszébe a honfoglaló szóról, ha meghallja. Szóval, mi is jut eszembe arról, hogy honfoglaló. A honfoglalóra én úgy tekintenék, mint egy ilyen megkönnyebbülés. Tehát, hogy érettségi után tök elkeserítő az, hogy basszus, minden, amit 12 éven keresztül tanultam, annak a 90%-ára rohadtul nincs szükség az életben, és tök feleslegesen tömtem magamba ezeket az információkat. Viszont aztán jön a honfoglaló, és kíméletlenül rákérdez arra, hogy mikor is volt ez az aranybulla, én meg így... Hát mégis megérte a sok törizés. 2003. Sporthíreink következnek. A héten is izgalmas csaták zajlottak a honfoglalón. Pár óra is lezárulnak az elmúlt hét nap liga csatái. Az előző heti nyerteseinknek gratulálunk! A klánok közötti verseny hétfő este ért véget. A legjobb klánok neveit most láthatjátok. Szerdánként a Facebook oldalunkon is mindig megmutatjuk a legjobb öt játékos eredményét. Még pár óráig tart az eheti küzdelem. Hajrá! Mindent bele! Ezek voltak a honfoglaló aréna hírei. Jövő héten újra várunk mindenkit. A héten azonban még csütörtökön is kattintsatok ide, mert egy újabb szövetség epizódot hozunk nektek. Na hát abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy titeket nem kell bemutatni. Most egy eddig nem ismert ellenféllel, a sötét nagy úrral kell megküzdenetek szövetségben egymással. Melyik szerepet kezd el legrégebben játszani Polyák Lilla? Kabaré. Tehát a kabaréba. Szabad beszélget, nem számít sugásnak. Látod, hogy ott van. Milyen állat a mézkalauz?
arrafelé méh kaptárat lehet találni, mert onnan hallom ezt a madárhangot, és innen jön az elnevezés, mert nagyon sok madár kapta így a nevét. És így is van? Egyértelmű? Nem egyértelmű. De hát várjál, Lila, nem ilyeneket nem mondjon egy nő, hogy egyértelmű, mert egy férfi nem tudja, hogy... Hát persze, hogy egyértelmű, de mi is? Ha még nem iratkoztál fel a csatornánkra, akkor most itt a lehetőség. Ne maradj le a legújabb adásokról. És persze kövessetek minket Instagramon és Facebookon is. Ha pedig van kedvetek, akkor küldjetek nekünk egy rövid videót arról, hogy mi jut eszetekbe, amikor meghalljátok a honfoglaló szót. Sziasztok!